több mint 100-an álltak rajthoz azon a futóversenyen, amelyet a Szabadkai Horizont Sportegyesület szervezett. Az eseménynek azon kívül, hogy barátkozhattak és egy jót futhattak azok, akik beneveztek, humanitárius jellege is volt. Egész pontosan Daniela Pécs gyógykezelésére gyűjtöttek a futók. Az egyik legnépesebb szabadkai futóklub, a Trón tagja is nagy számban vettek részt a jótékonysági megmozduláson. Barátaink a Horizont klubból szervezik ezt, tehát az ő elnevezésük szerint fölkészítő versenyt a szabadkai félmaraton előtt. Természetesen támogassuk ezt az egész manifestációt. Egy jó dolog, ilyen még itt nem volt ezen a Prozívka lakótelepen, úgyhogy meg kell próbálni. Jó hely ez, úgyhogy... vagyunk jó néhányan. A futók benevezéskor legkevesebb 200 dinárral támogathatták a szabadkai kislányt, akinek már közösségi összefogással egy házat is vásároltak. Barátaim azt mondták, hogy egy kislánynak kell segíteni, ilyen humanitárius cél miatt jöttem el, meg azért, mert szeretem a futást. És akkor ez most per pillanat össze van kötve. A hasznos is, meg a jó. Fürstner Krisztián első alkalommal vesz részt futóversenyen. Kihasználjam ezt a szép napot, kicsit lefussak pár kört kint, és többek közt segítsek egy szabadkai lányon, akinek ugye az összes pénz, az összes bevétel arra fog menni. A szervezők a jótékonykodás és az egészséges életmód népszerűsítése mellett arra invitálják a sportkedvelőit, hogy nevezzenek be a szeptemberi félmaratonra. Ovom slučaju ćemo za našu sugrađanku, za Danielu Pejić, onu slijepu devojku za koju smo mi vidjeli da se skupila kuća i to je da su naši sugrađani izašli u velikom broju susret i mi da pokušamo da damo svoj jedan skroman doprinos i verujemo da naše malo nekom znači jako puno. Az eseményen győzteseket is hirdettek. A rövidebb táv legjobbja Nemanja Rajković, míg a hosszabb táv leggyorsabb futója Ikotin Gábor. Ők a védnökök ajándékait vehették át.